Az iskola igazgatója jóleső érzéssel sorolta, hogy milyen sokan fogadták el a versenyre a meghívást. 15 iskolából 55 tanuló nevezett, megyei meghirdetésű volt a versenyünk. Három korcsoportban versengenek, az első, a legkisebbek, a harmadik, negyedik osztályosok, ötödik, hatodik osztály korcsoportban a második korcsoportban az ötödik, hatodik osztályosok versengenek, és a hetedik, nyolcadik osztályosok a harmadik korcsoport. Német nyelvet tanuló diákok egy-egy mesét tanulnak meg erre a versenyre, és a mesét próbálják meg elmondani, előadni társaiknak, és természetesen a zsűrinek. A zsűri a következő szempontok alapján értékelt. Mese előadását, elmondását, a nyelvi kifejező készséget, ahogy közérthetően, és azt mondom, hogy ami elvárható egy mesemondástól. Nincs megkötés, nyilván ez egy idegen nyelv, akárhogy tekintjük. A harmadik, negyedik osztályosoknál én azt hiszem, hogy egy fél oldalnyinál több nem is nagyon várható el tőlük. A hetedik, nyolcadik osztályosoknál azért már egy másfél oldal, és itt A4-es oldalakról beszélek körülbelül. A versenyen résztvevő tanulók persze nem csak tanítási órákon foglalkoznak a német nyelvi mesemondással. Órán is tanulnak részleteket, hiszen a társalgásnak a része a mesemondás is, ugyanúgy, mint ahogy a párbeszédek is, de természetesen azért külön fel kell erre készülni, tehát nem elegendő az, amit csak a tanítási órákon tanulnak. Akár szakköri, akár tehetséggondozás keretében van lehetőségük a gyerekeknek felkészülni, amennyiben van hozzá érdeklődés, és mint a nevezők száma mutatja, van, és ugyanúgy a pedagógusoknak is. De Gábi erte an Einsatzuher, die zweite Mir und die dritte Fett und Mir. Als der dicke fette Pfannkuchen fertig war, richtete sich in der Pfanne in die Höhe, lief den Dreier in weiter Weg, lief immer zu und dann tappert und tappert in den Bart hinein. Da beginnete ihm ein Häschen, das rief. Dicke fette Pfannkuchen, bleib stehen, ich will dich fressen. Der Pfannkuchen antwortete.